A számomra legkedvesebb művészek is voltak pályakezdők, amikor az egyetlen vágyuk az volt, hogy minden idejüket alkotással tölthessék. Ez a szabadság azonban nem mindig könnyű. Ezért jött létre idén áprilisban a Mastercard Alkotótárs Alkotói Ösztöndíj. Pár kinevezhet, aki még nem töltötte be a 40. életévét, akinek legalább egy, de legfeljebb két könyve megjelent már, és akinek van egy munkaterve, amivel a következő időszakban foglalkozni szeretne. Az ösztöndíjat és a vele járó 2 millió forintot egy férfi és egy nő fogja megnyerni. De hogy kik lesznek ők, arról egy zsűri dönt. A zsűri tagjai pedig Grecsó Krisztián, Máté Gábor, Simon Márton, Szabó T. Anna és Tóth Krisztina. Grecsó Krisztiánt kérdezem, akinek már 2 verses kötete megjelent az áttörést jelentő Pletyka anyu című regény előtt. A Mastercard díjjal kapcsolatban én nem is közvetlen a pályakezdésről beszélnék, hanem az én nagy mániámról. Mert én nekem ez a díj, ez egy ötletemnek a megvalósulása. Én már ezt rengetegszer lenyilatkoztam, hogy szerintem a második kötet díját kellene megcsinálni, nem az elsőjét. A pályakezdés rendkívül nehéz dolog, de van benne mindig valami üdítő pezsgés. A pályakezdés öntudatlanul egy nagy szabadság. Még nincsen rögzített pont. A rögzített pont természetesen a kötet. Ezt a szabadságot, amit az első kötet előtt érezhetsz, szinte bármit leírhatsz, kísérletezhetsz, próbálkozhatsz, az soha többet nem engedi meg neked a sors és a pályád. De azt senki nem újságolja el a fiatalnak, hogy ezzel, amikor az első kötete megjelenik, nagyjából véget is ér. Majd, amikor a legkritikusabb helyzetbe kerül a pályája, a második kötet előtt, amikor be kell menni a nagypályára, ahol a Nádas focizik meg az Eszterházi, azon a nagypályán egyszer csak mindenki magára hagyja. Véget ér az üdvöskelét, véget ér minden segítség, senki sem mondja, hogy hát esetleg oda passzoljál, hogy és a többi, hogy maradjak a rendkívül szemléletes focista metaforámnál. Egyébként nem különbözik ez a felnőtté válásnak egy fokozatától. Tehát amikor az egyetemről kikerülve az első munkahely orbavágásai megtörténnek, nagyjából arra kell gondolni a második kötet esetén. És most itt végre egyszer valaki azt mondta, hogy én őket akarom segíteni, akik legjobban egyedül vannak, akiket már köt egy bék jó, akinek a keze is nehezebben indul el. Megjelenik a kötet, és kiderül, hogy az a szöveg attól kezdve nem a tiéd. Minden szöveged addig a tiéd volt. Egy publikáció még nem veszi el tőled. A kötetnél már az olvasóké. Kihűl, és egyszer csak te is kívülről tudsz ránézni, és kiderül, hogy nem is olyan jó, nem váltja meg a világot, vannak benne rossz írások, rossz mondatok, és sok minden. És neki gyűrközöl életedben először, hogy tovább lépj. Hogy ezt valahogy meghaladd. Hogy valamilyen módon ezt a rögzített pontot értelmezni tud. És kiderül, hogy hát nem is olyan könnyű. Hogy ja, hogy egy könyvet könnyű írni, és a másodiknál már kiderül, hogy hát ez az egy életem van, meg ezek az egy mondataim, meg ez. És akkor, na akkor ugrik a majom a vízbe, és itt most a Mastercard ösztöndíjnál ezeket az embereket, akik éppen a monitor borzalmas fehér vibrálását nézik szomorúan, őket akarja ez az ösztöndíj megsegíteni. Amikor én az első ösztöndíjamat, a Móricz ösztöndíjat megkaptam, tripla annyit írtam, mint addig. Hát hiszen én író vagyok. Nekem mondhatni erről papírom van, ahogy ezt mondani szokás. Tehát egy ösztöndíj ebben az értelemben egyfajta legalizáció, egyfajta marha nagy lelki segítség, természetesen az anyagiakon túl. Azzal tudnám összehasonlítani, most nagyon sok alkotó ember ezt élheti át, és nyilván nekik is ezért lenne, vagy ezért nagy segítség, ha valamit ilyet kapnak, mert nem látják a munkájuk, a hivatásuk értelmét. Én gyűlölöm azt a mondatot, amit egy éve kell, hogy hallgassanak az írók, hogy de hát írni otthon ilyenkor nyugodtan lehet az elzártságban. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez olyan mezőgazdasági hasonlattal élve, mintha mindig csak szántani kéne.